Kedves vendégek, kedves jelenlévők! Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttek ma hozzánk. Köszönöm, hogy itt vannak velünk. Köszönöm, hogy itt vannak velem. Ígérem, hogy ahogy eddig, ezután is, én is itt leszek önökkel, itt leszek veletek. Kedves vendégek, szeretném elmondani, hogy mikor felkértek a képviselő jelöltségre, felkértek az emberek, a Fidesz országos választmánya, és nem utolsó sorban Orbán Viktor elnök úr. Mindenkitől azt kérdeztem, hogy mit várnak tőlem. És mindannyian ugyanazt mondták, azt várják, amit eddig. Képviseljem az emberek érdekét. Próbáltam ezt tenni 1998 óta az önkormányzatban, az egyháztestületben, a gazdakörben, és próbáltam ezt tenni, több-kevesebb sikerrel. Volt, amikor sikertelenül, volt, amikor fél sikerrel, mert eddig mindig ellenszélbe kellett dolgozni. Ellenszélbe kellett dolgozni, mert a döntést hozó hatalmasságok mindig azt nézték, hogy ki mondja, nem azt, hogy mit mond. Én nagyon remélem, hogy mindannyian együtt úgy gondoljuk, hogy végre itt az idő, végre itt az idő, hogy az országnak legyen egy olyan kormánya, ami az önös érdekekkel szembe az emberek érdekét fogja képviselni. Tőlem is ezt várják, én is ezt kérem önöktől, hogy egy olyan kormány mellett, aki az emberek érdekét képviseli, lehessen itt Jászapárt inni egy olyan kormánypárti képviselő, aki itt él, aki megérti és meghallja az emberek szavát. Meggyőződésem szerint fontos, hogy kell egy paradigmaváltás. Meg kell érteni a kormányban, és meg kell érteni mindenkinek, hogy a legfontosabb az emberek. És ahhoz, hogy az emberek érdekét valaki képviselni tudja, ahhoz itt kell élni. Kedves barátaim, mikor megkaptam ezt a felkérést, akkor szerettem volna minél több emberrel találkozni, minél több szemét, intézményt, hivatalvezetőket megismerni. Összejártam a polgármesteri hivatalokat, az összes polgármesterrel beszéltem, intézményvezetőkkel, szociális otthonban voltam, gazdakörökben, és még nagyon sok feladat van hátra, még nagyon sok helyre el kell mennem. Megalakítottuk a kampány tanácsadó testületet. Benne a polgármesterek, jogászok, orvosok, gazdasági egységek, gazdakör vezetők és üzletemberek. Ezeken a találkozásokon, ezekben az intézményekben mindig egy határozott üzenetet kaptam. Meg kell hallgatni az embereket. Folyamatosan azt hiányolta mindenki, hogy nem értjük meg az emberek szavát. Ha ezért vagyunk itt. Ezért alakítottuk meg ezt az irodát, és ezért írtuk ki a falra, ott az ajtó mellett közvetlen, hogy mi meghallgatjuk, hogy megértsük Önt. Hát az, hogy itt az idő, az azt gondolom egy nagyon fontos jelszó. Itt az idő arra, hogy az országot más irányba vigyük, mert az ország tönkre fog menni teljesen. Az Európai Unió kilóra meg fogja venni Magyarországot, földjével, szellemi tőkéjével, szürke állományával, intézményeivel, mindenével, hogyha nem fogunk tudni a sarkunkra állni, és nem tudunk erőt mutatni, és nem tudjuk a magyar virtust újra kihozni magunkból. Jön a tavasz! Hölgyeim és uraim, jön a tavasz, ide van írva, itt az idő, végre eljön az idő, és végre tavasz lesz, és végre elolvad a hó, és gyönyörű volt az ünnepség, igazán megható, hogy összeálltunk itt az utcasarkon, és elénekeltük a himnuszt, és néztem, és csupa csillogó és bizakodó arcot láttam,
és nem láttam itt önök között egyetlen egy haragos arcot sem, egyetlen egy kétségbe esett arcot sem. És én nagyon sokat foglalkoztam a magyar történelemmel, én nem tudom pontosan, hogy kik a jászok. Nem vagyok néprajzos, de azt tudom a történelemből, hogy a legkeményebb meccéspontokon a nemzeti függetlenségért vívott harc bármely szakaszában a jászok, a kúnok, a hajduk és a székelyek főszerepeket játszottak. Tehát nem arról van szó, hogy a jász nem magyar, hanem szerintem arról van szó, hogy a jász, a kún és a székely még magyarabb, mint a magyar, mert a legfontosabb pillanatokban ott álltak az erdélyi fejedelmek mellett, Rákóczi herceg mellett, a 48-as zászló mellett, az 56-os sortüzeket is állták. Én gratulálok önöknek, hogy kibírták ezt a szörnyűséges 8 évet, de most velünk van az erő, velünk van az igazság, jön a tavasz, és építünk egy gyönyörű új Magyarországot. Isten áldja önöket, hajrá magyar! Itt az idő, és húzzunk bele, és ne hagyjuk abba. Ez az időjárás szimbólum is lehet, hogy ennél jobb lesz. Csak jobb lehet. És jobb lesz. Áprilisról jobb lesz az időjárás.